Gyerekek, nyomjátok kiétek a világ! Érettségi találkozó. Összejönnek a lúzerek, akik 15 évvel ezelőtt nem mertek egy jó nagyot dugni. Ki tudja, hány helyen volt az ujjad az elmúlt 15 évben. Te is az osztályba jártál, vagy itt dolgoztál? Nálunk mindenki a hajnal tímejára hajtott. Igazából az bökném ott. És most mindenki egyszerre szeretne belepótolni abba, amiről lemaradt. Hajnal tíme, remélem te vagy az és dugni jöttél. Hello. Royal, ameddig úgy megmaradt a saját kis keménykedős fiatal gyerek figurájának, addig itt egy sokkal-sokkal nagyobb lángon élő és nagyobb szabadszájú figuráról van szó. Akkor az is véletlen, hogy éppen egy Royal vodkás üveget nyitották ki, vagy csak az a termék elhelyezett. Na, hát ez egy ilyen kis vicska volt, ezt kitaláltuk, hogy ez milyen jó lenne, és akkor megengedték. Te rendeztél is, tehát nem csak színész vagy, ami egy abból a szempontból speciális eset, hogy a rendezőknek általában nehéz más rendezőkkel együtt dolgozni. Milyen volt Herceg Attilával dolgozni? Én már régóta, én inkább ilyen haveri kapcsolatban voltunk régebb óta, tehát még nem rendezett engem, de elég egy hullámhosszon pörögtek a gondolataink, tehát nem volt óriási probléma soha, és szerintem még egy hangos szó se volt közöttünk, tehát minden dinamikusan ment. Nagyon röviden a filmes partnerekről, Osvárt Andi. Az Andit is ismerem most már egy, nem is tudom hány éve, még egy sorozatban együtt szerepeltünk régen, tehát hogy ő se volt már ismeretlen nekem, meg én se neki. Nagyon jó partner volt mindenben. Szuper jó volt a stáb, a kollégák, azt hiszem elindult egy új generáció a magyar filmezésben, és ez a színészekre is igaz. Sokszor volt probléma az, hogy színházi játékot láthattunk filmekben, és ez most végre megtörni látszik. Profik voltak a partnereim, és ez nagyon sokat számít. Tehát minden egyes pillanatban lehet tőlük valamit tanulni. A Kornéltól rengeteget tanultam, tehát hogy azért ő, ahogy kezel egy ilyen forgatást, az a tisztelet meg alázat, amit ő ebbe belead, az elkövetendő példa. Mi az operatőrrel osztálytársak voltunk a gimnáziumban, és a forgatás nagyjából abból állt, vagyis a beállítások közti szünet, hogy a régi gimnazista poénokat emlegettük fel újra, ami mind a ketten nagyon jót mulattunk. És volt egy olyan, hogy felvétel, tessék, és az utolsó pillanatban mondtam egy ilyen gimnazista viccet, amire a Máté, az operatőr úgy röhögött, hogy nem tudott ráindulni gyakorlatilag, tehát nem tudta elindítani a kamerát, mert így rászkodott a kezében. Ha valaki tényleg felhőtlenül akar nevetni egy másfél órából mondjuk három-négy órát, akkor bátran nézze meg. Négy napotok maradt arra, hogy összehozzatok Hajnal tímejával. Köstünk. Osváth Andrea, Simon Kornél. Megdönteni Hajnal tímeát. Ez itt Hajnal tíme. Ez pedig a bögöcs.